Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. A szélhámos Írta Forró Pál A mű elektronikus változatára a nevezd meg. Így a tovább. 4.0 nemzetközi CCB y a 4.0 Creative Commons License feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2016. Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978-615-5557-82-8 online. MEK 15314. Első fejezet. Gergely László homlokát kiverte a verejték, mikor elolvasta a szakértők egyöntetű véleményét. Az Illés Géza mérnök eljárása szerint készült orsó nélküli szövőgép az eddigi gyártási módszert körülbelül 40%-kal gyorsítja meg és anyagban 22% megtakarítást jelent. Gergely teljesen meg volt semmisítve. Ó, én hatökör! Mondotta kétségbe esetten. Felesége, aki a dolgozó szobában kalappal a fején állt és csak arra várt, hogy gyorsan száz pengőt kérjen különböző bevásárlásokra, meglepetten nézte férje rendkívüli felindulását. Mi bajod, miért vagy ennyire magadon kívül? Tönkre mentünk. És a saját ostobaságomból. Tette hozzá homlokát öklözve. Te persze ezzel nem törődsz. Itt állsz a nyakamon, a szabónőthöz akarsz menni, mi alatt a talaj inoga lábunk alatt. Tudtommal a gyár kitűnően megy, legalábbis azt mondtad. De mi lesz ezentúl? Teljesen illés kezében vagyunk. Az osztálymérnök kezében? Igen. Akit én juttattam kenyérhez, aki az én gyáramban keresett pénzen folytatott titokban kísérleteket és most, ha kedve van, kicsavarhatja a nyakamat. De hát mit csinált? Kitalálta, hogyan lehet fele idő alatt kevesebb anyaggal ugyanazokat a textilárukat előállítani, mint amelyeket mi gyártunk. Néhány nap előtt érkezett le a szabadalmi hivatalból a pátense. Szakértőkkel megvizsgáltattam, és azok mindenben igazolták a találmány nagyszerűségét. Az egész textil szakmában új korszak kezdődik. Minden pénz illésrebébe fog folyni. Vedd meg tőle a szabadalmat! Gergely keserűen legyintett. Köszönöm a jó tanácsot! Kissé megkéstél vele! Fantasztikus összeget kínáltam neki! Többet, mint amennyi pénzem egyáltalán van! Nem tárgyal velem! Ez a hála! Nem fogad el pénzt! Nem! Persze, könnyű neki! miért osztozzon velem, mikor egyedül is annyit kereshet, amennyi csak beléfér? Mond, van neki már most is pénze. Honnan volna? Egy fillérje sincsen. Akkor mégis csak társulnia kell valakivel. Valahonnan elő kell teremtenie a gyár építéséhez, berendezéséhez szükséges tőkéket. Gergely meglepetten nézett feleségére. Hm, ebben teljesen igazad van akkor hát arról van szó, hogy csak éppen veled nem akart társulni. Összevesztél vele. Ellenkezőleg mindig a legjobb viszonyban voltunk. Azaz, izél persze néhányszor kért fizetésemelést, amit nem adtam meg. De kérlek, hová jutnánk, ha az alkalmazottak minden pillanatban fizetésemelést, meg különböző címen jutalmakat kérhetnének a mai állás nélküli világban örüljön az a mérnök, akinek egyáltalában kenyere van. Hányan mennek közülök villamos kalauznak, meg napszámosnak? Ezért nem haragudhat rám. Minden főnök ilyen. Most persze egészen más a helyzet. Bizonyos vonatkozásban társak lennénk. Ezt is megmondtad neki? Igen. De erre sincsen kedve. Hát akkor mégis csak nekem van igazam. Kiáltotta diadalmasan Gergelyné. Gergely elhőven nézett feleségére. Miben van neked igazad? Abban, amit már másfél éve látok, illésnek nagyon tetszett Lili. A lányunk? Úgy van, nem azért dühös, mert nem emelted a fizetését, hanem azért, mert nem hívtuk meg soha a zsúrjainkra és mert nem engedtük, hogy Lilivel teniszezzen, meg vikendezzen. Azonnal rendezzünk estét, még ezen a héten is meghívjuk. Lili mellett fog ülni. Gergelyné gúnyosan legyintett. Késő. Miért volna késő? Mert illés közben beleszeretett egy másik nőbe. Gergely megütközve nézett feleségére: Ejnye, de be vagy avatva a mérnök úr dolgába! Ja, én nem vagyok olyan rövidlátó, mint te! Én minden számba vehető partiképes férfit figyelemmel kísérek. Erre különben nem is volt szükség. Lili mesélte, hogy látta illést az egyik színházban egy feltűnően szép, elegáns hölgy társaságában szóval nőket vitt a színházba és fizetésemelést kért. Azért, mert az alkalmazottad nem szólhatsz bele privát életébe, és különben is most nem erről van szó. Válaszolta éles hangon és idegesen Gergelyné. Persze, Liliről van szó, aki mindennek az oka. Elvégre miért nem volt egy kissé barátságosabb illéshez? olyan sokba kerül egy lánynak, ha rámosolyog egy fiatalemberre, aki az apja gyárába van alkalmazva. De persze, mit törődtök ti a gyár érdekeivel? Most azután vehetem a koldusbotot, vagy főbelőhetem magamat. A mama nem vette ennyire tragikusan a dolgot. Talán még nincsen későn. Mondotta. Elvégre Lili még nem ment férihez és illés sem vezette oltárhoz azt a fekete hölgyet. Talán nem is szereti. Csak vigasztalódni akart, mert Lili kosarat adott. Kérlek, mondotta Gergely, azonnal beszélned kell Lilivel. Meg kell magyaráznod neki, hogy miről van szó. Az anya aggodalmasan csóválta a fejét. Baj lesz, ismered a lányunkat fejes, szeszélyes, elkényeztetett. Hát persze, te nevelted ilyenni. Te tömted pénzzel. Nekem persze minden fillért ki kellett harcolnom. Gergely majdnem a bőréből ugrott ki. Felháborította, hogy most, mikor ilyen nagy bajban van, cserben hagyja a családja. A felesége és a leánya, akikért küzdött és akikért egész életét feláldozta azt szeretném látni. Kiáltotta vörösen a haraktól. Kőkövön nem marad ebben a házban, ha nem engedelmeskedtek. Ebben a válságos pillanatban nyílt ki az ajtó és angyali ártatlansággal, mosolyogva dugta be a fejét Lili. Kezét csókolom, apuska! Mi az, anyukám, miért nem jössz? Már egy órája várlak. Kérlek, Lili, mondotta Gergely, és a torka kiszáradt az izgalomtól, nagyon komoly ügyben szeretnék veled beszélni. Azt hiszem, hogy nem panaszkodhatsz rám, olyan apa voltam, aki minden kívánságodat teljesítette. Most kivételesen azt szeretném, ha te bizonyítanád be, hogy megértő, okos lány vagy. Apus kiáltotta rémülten, Lili, te férjhez akarsz adni. Igen, de ez csak természetes. Elvégre 21 éves vagy és olyan férfiről van szó. Engem egy férfi sem érdekel. Kiáltotta szenvedélyesen Lili. A mama pedig olyan pillantást vetett a férjére, mint aki azt mondja, no, ugye előre megmondtam. Gergely azt hitte, hogy mentem megüti a guta. Micsoda hisztériázás ez. Kiáltotta olyan dühösen, hogy Liliben megfagyott a vér és riadtan nézett apjára még nem látta ilyen ingerülten. Sírva fakadt és szokogva kérdezte. De hát mit akartok tőlem? Miért akartok boldogtalanná tenni? Gergely már fuldokolt a dűtől. A feleségének intett. Kérlek, beszélj hát, nyisd ki te is a szádat, magyarázd meg. Gergelyné megvető pillantást vetett férjére, azután gyengéden megsimogatta sírólánya fejét. Ugyan szívem, miért volna olyan szörnyű, hogy férjhez akarunk adni? Nem púpos, nem sánta, egészen csinos férfi az illető. De nekem senki sem kell. Értsd meg, milliómos leszel. Nekem nem kell pénz. Persze, ordította bőszen Gergely, nem kell pénz, mert ad a papa úgy is. De ennek vége. Érted? És egyáltalában mit jelent ez? Miért nem akarsz férjhez menni? Mert szerelmes vagyok. Bőgte Lili. Gergely és Gergelyné egymásra néztek. Ez volt a katasztrofális pillanat, mikor úgy látszott, hogy minden összeomlott. Erre egyikük sem számított. Gergelyné tért először magához. Nem igaza mond, hogy hazudtál. Dadogta ilyetten. Nem hiszem, hogy az én gyermekem ilyen kétszínű legyen. Hogy ilyen fontos dolgot eltitkol az anyja előtt, akinek egész élete csak abban állt, hogy feláldozza magát érted. Hány meghívást, mulatságot mondtam le miattad. Nem mentem a földközi tengeri útra sem, mert te éppen az életcégidre készültél, és nem akartam fájdalmat okozni neked. És te eltagadtad, hogy szerelmes vagy. Ki az az ember? kiáltotta szinte toporzékolva Gergely. Nem mondom, nem mondhatom. Zokogta Lili. Gergelyné ránézett az urára. Hallod, ha így ordítasz, csak nem őrült, hogy megmondja. Úgy beszélsz, mintha az illetőt egyenesen fel akarnád nyársalni. Gergely erőt vett magán. Ő is odament Lilihez, és a másik oldalról kezdte simogatni szívecském, édes kislányom, nem akarlak én boldogtalanná tenni. Ellenkezőleg azt szeretném anyáddal együtt, hogy minél gondtalanabbnak lássunk. No, légy bizalommal szüleidhez és mondd meg, hogy kit szeretsz. De Lili még szörnyűbben sírt. Úgy bőgött, mintha elevenen nyúzták volna. Ez az égtelen sírás egészen megzavarta Gergelyt. Hát most már elég. Érted, Elég volt. Ne üvölcs. Senki sem nyúlt hozzád egy ujjal sem. És az fog történni, amit én akarok. Kivéve, ha meg akarod gyilkolni az apádat és az anyádat. Ha tönkre akarsz tenni bennünket. Mert erről van szó. Most nem akarok bővebben magyarázkodni. Elég, ha annyit tudsz, hogy a gyárat csőt fenyegeti, és semmi sem mentheti meg, csak a te házasságod ha ahhoz mégy feleségül, akit kiválasztottam számodra. Remélem, annyit csak megérdemlek, hogy bárki is az illető, hajlandó vagy szóba állni vele, megnézni. Lili kisé magához tért. Az apja szavai megrémítették. Bármennyire fiatal volt, mégis csak volt benne asszonyi ravasság és villám gyorsan cikázott át agyán, hogy hadd jöjjön hát az illető, majd a szemébe néz és módot talál arra, hogy kiábrándítsa. Közben Gergely már tárcsázta is az épület gyári részébe szóló házi telefont. Lili csak annyit hallott. Kérem, mérnök úr, azonnal várom. A mama közben csókkal halmozta el ne síri aranyvirágom és púderezd be egy kicsit az orrodat, egészen vörös lett a sírástól. De Lili csak azért sem akarta, hogy csinos legyen. Minél csúnyább, annál jobb. Nem akar ő senkinek sem tetszeni. Az ajtó kinyílt és Illés Géza lépett a szobába, Lili majdnem elvágódott meglepetésében. Illés arcán is óriási meglepetés látszott. Kedves barátom, mondotta mézédes hangon gergely, nem volna ma este szabad ideje. Páhojunk van az operában, és szeretnénk, ha velünk jönne. Egyről másról beszélni akarok magával, és azt hiszem, majd előadás után vacsora közben eldiskurálhatunk. Lili csak most kezdett kissé magához térni. Alig tudott levegőt cippantani a nagy meglepetéstől. Kérlek, dadogta, te illésmérnök urat gondoltad. A papának szörnyen kínos volt ez a nyíltan feltett kérdés. Hogyan lehet valaki ilyen rémesen tapintatlan? Hiszen ezzel mindent elrontott. De a következő pillanatban Lili kacagva ugrott a mérnök nyakába és össze-vissza csókolta. Nevetett, alig lehetett bírni vele és illés boldog elámulással viszonozta Lili csókjait. Mi ez? Mi történt? Hüledezett a mama. De hiszen Géza az, akit szeretek és titokban már régen eljegyeztük egymást. Kiáltotta újjongva Lili. A papa kimerülten roskadt a karosszékbe. Erre a főnyereményre nem számított. Második fejezet. Halló, maga az Méri. Igen, én vagyok. Óriási újság. Győzelem, Tíz perc előtt adta rám Gergely papa és Gergely mama az áldását. Lilia menyasszonyom! Ez szóval azt jelenti, hogy nincsen többé szükségem értékes szolgálatára. Igazán végtelenül hálás vagyok mindazért, amit érdekemben cselekedett. Ami pedig a tiszteletdíjat illeti. Azért személyesen fogok jelentkezni egy órán belül. Rendben van üljön taxiba. Várom. Illés letette a hallgatót és borotválkozni kezdett. Este együtt mennek menyasszonyával az operába. Mire méri ideér, éppen befejezheti ezt a kis szépészeti műveletet. Vidáman fütyűrészgetett. Nagyon meg volt elégedve a világgal. Hiába, vannak még emberek, akikkel olyan csoda történik, akár a regényhősökkel fél óra múlva becsöngetett Méri. Feltűnően szép, elegáns, diszkrét eleganciával öltözködő fiatal asszon volt. Gratulálok! Mondotta mosolyogva már a küszöbön és néhány virágszálat nyújtott át. Hát hogyan történt? Magam sem tudom. Megérett, mint a barack vagy a körte, és az ölembe hult a nagy szerencse. De ebben kétségtelenül magának is része van. Pompás ötlet volt elterelni a szülők gyanúját és kissé féltékenyítenni Lilit. Kétségtelen, hogy ezért is siettette szülei elhatározását. De mondja, Méri, mikor és hogyan jutott magának eszébe ez a mesterség? Méri nevetett. Ez onnan van, barátom, hogy túlságosan ismerem az embereket. Elvált asszony vagyok. Fiatal, szép tehetek én, amit akarok, élhetek úgy, mint egy szent, mégis egészen bizonyos, hogy a hátam meget kiplegykáznak. Ha csak ránézek egy férfire, meggyanúsítanak. Gondoltam, ha már így vagyunk, legyen legalább valami hasznom belőle. Hát nem igaz. Természetesen. Szóval gondolkozni kezdtem és rájöttem, hogy gyakran van szükség olyan nőkre, akik segítenek a közvéleményt megtéveszteni. A lovak szándékosan szép, érdekes nő társaságában mutatkozik, de csak azért, mert el akarja a gyanút terelni az igaziról. Alibit igazol vele! Erre a célra igazán nem lehet nálam alkalmasabbat találni. Tudok reprezentálni, kész siker megjelenni társaságomban. Már megtörtént néhányszor, hogy az urak, akik csak alibi hölgynek szántak, végül komolyan belém szerettek és boldogan szakítottak volna kedvemért titkos szerelmükkel. De hát erről nálam szó sem lehet. Engem még megcsókolni sem lehet. Én csak kompromittáltatom magamat, és ezért felveszem a tiszteletdíjamat. Igen, köszönöm, parancsoljon, már előkészítettem, benne van ebben a borítékban. Méri átvette a duzzat borítékot és táskájába csúsztatta. Kissékeserűen mosolygott. Illés észrevette ezt. Ha meggondoljuk, mondotta vontatva, tulajdonképpen mégis csak kényes mesterség a magáé. Állandóan más férfivel kompromittálják. Ha továbbra is űzői ezt a mesterséget, végül is kiveszi majd újra feleségül. Ugyan, legyintet méri, ha megfelelő hozományom lesz, úgy ez nem probléma többé. Végeredményben egyetlen foglalkozás sincsen kellemetlen árnyoldalak nélkül. Inkább mást szeretnék kérdezni. Parancsoljon. Nem gondolja, hogy egy kicsit mégis csak sértő, hogy maga csak ilyen egyszerűen búcsúzik tőlem. A legkisebb meghatott szág nélkül. Sőt, direkt örül, amiért már kifizethetett. Illés meglepetten nézett Mérire. Nem értem. Mondotta kísér idegen. Furcsa, hogy erről én beszélek. De én sok mindenben más vagyok, mint a többi nő. Bátrabb, őszintébb. Megmerem például azt is mondani, hogy még senki társaságában sem éreztem magam olyan jól, mint a magáéban. Termetben, ízlésben, gondolkozásban kitűnően egymáshoz illettünk. Pompásan tudtunk egymással társalogni. Ez igaz, de végre is. Ó, kérem, ne legyen ideges! Eszembe sem jut szemrehányást tenni, vagy éppen követelést támasztani. Csak éppen furcsának találom, hogy milyen ostoba tulajdonképpen az ember. Rögeszmék és babonák áldozata. Maga például fejébe vette, hogy ezt a kis gyároslányt veszi feleségül, és erre megvakul, megsüketül, nem veszi észre, hogy mi ketten sokkal jobban kiegészítenénk egymást. Bocsásson meg, de ez csak ugyan különös. Tudom, mondja, hogy ízléstelen, mondja, hogy szokatlan. Mindegy, szavak. A lényeg és igazság azonban mégiscsak az, amit mondottam. Mi jobban illenénk egymáshoz. És most isten vele. Legyen boldog Lilikével. Gonosz kis kacagást hallatott. Furcsát és felháborítót. Mintha valami titkot tudna, amiről nem akar bővebben nyilatkozni. Illés megzavarodva és felháborodva nézett utána. De nem ért rá sokáig gondolkozni. A telefon szólt. Lili sürgette, hogy jöjjön, mert türelmetlenül várják. Harmadik fejezet. Illés napok alatt lendült a népszerűség legmagasabb ormaira. Olyan volt a textil szakma, mintha általános mozgósítást rendeltek el volna minden gyárban és műhelyben. A részvényesek fejüket kapkodva jajveszékeltek. Mindenki tisztában volt azzal, hogy illés találmánya a konkurencia halálát jelenti. A gergely cég már kezd az újfajta szövőgépekre berendezkedni, és ha az átalakított üzem megindul, akkor nem lehet vélük versenyezni. A szakma vezetői minden nap ülést tartottak, amelyeken a fenyegető veszedelem elhárításának módján gondolkoztak. De erre egyelőre a legkisebb reményük sem lehetett. A kereskedelmi miniszter, akihez segítségért fordultak, sajnálkozva jelentette ki, hogy bár átérzi a veszedelem nagyságát, nincsen módjában megtiltani, hogy a Gergely gyár ne állítsa üzembe az illésféle gépeket. A találmány híre természetesen eljutott az ország határain túl is. Az angol és amerikai lapok éppen úgy foglalkoztak vele, akár a spanyol vagy délafrikai újságok a posta naponta kilószámra hozta a sürgönyöket, express leveleket, melyekben különböző érdeklődések futottak be. Milliók röpködtek a levegőben, szédületes lehetőségek kezdtek kibontakozni. Egy amerikai érdekeltség hatalmas összeget ajánlott fel az esetben, ha a találmányt egyáltalában nem hozzák forgalomba, hanem megsemmisítik. Az illésféle találmány világszenzációvá nőtt a parlamentben interpellációra készült több képviselő. Ki akarták mutatni, hogy a textiláruk gyártásának olcsóvá tétele nemzeti veszedelem, mert rengeteg munkás vesztené kenyerét és a nyers fonal és gyapjú áru egy része az anyag megtakarításnál fogva feleslegessé válna. Illés már az életét sem érezte biztonságban. Noha az előtt sohasem hordott fegyvert, most nem mert revolver nélkül az utcára lépni a konkurencia halálfejes névtelen fenyegető leveleket küldött, melyben a halára ítélt munkásság nevében figyelmeztették, hogy az életével játszik. A viharos hangulatban, ebben a villámokkal telített atmoszférában illés alig ért rá mennyasszonyával foglalkozni. Lili el volt keseredve. Úgy érezte, hogy vőlegénye találmánya olyan vetétársá növi ki magát, amely a legnagyobb veszedelemmel fenyegeti boldogságát. Szinte dideregve, rémülten simult a férfihez, ha néha mégis volt egy-egy erőszakosan kiszakított szabadórájuk. Úgy féltelek. Mondotta. Rossz színben vagy, ideges lettél, néha arra gondolok, hogy sokkal jobb lett volna, ha egyáltalában nem találod ki az új szövőgépet. Neki köszönhetjük, hogy az enyém leszel. A találmányom nélkül most is csak a szürke kis osztálymérnök lennék de túlságosan gyors és nagy volt az ugrás. Túlnő a mi méreteinken. Minden olyan félelmetes körülöttünk. Apára sem lehet ráismerni. Mintha állandó lázban remegne. Excellenciás és kegyelmes uraktól hemzseg az irodánk, autók torlódnak egymás hegyén hátán. Szédítő vásár. És te egyre messzebb kerülsz tőlem, már alig látlak hiszen tudod, hogy csak téged imádlak. Ha időd volna erre, akkor talán. De hiszen a csókodnak is aktaszaga van. Ne neves ki. Az előtt egészen másképpen öleltél magadhoz. Most máshol járnak a gondolataid. Nem haragszom rád, csak boldogtalan vagyok. Tudom, hogy ilyen földrengésben nem lehet turbékolni. El fog ez is múlni. Az első rohamok. Meg kell várni, amíg lezajlanak. Nem úgy fest ez, mintha hetekről lenne szó. Én inkább úgy érzem, hogy csak most kezdődik az igazi nagy felfordulás. Félek! Szeretnék megszökni veled. Nem kell ilyen tenger sok pénz. Halálos mérgek vannak belérejtve. Majd ha beköltözünk a saját tündérpalotánkba és úgy fogsz élni, mint egy király kisasszony, másképpen fogsz gondolkozni. Én szeretni szeretnék. Boldog lenni, mint a többi lány. Édes, naív angyal vagy. Már rohanva jött egy szolga és jelentette, hogy a mérnök urat Lord Hunter keresi, aki most érkezett Skótországból. Illés már csak a küszöbről visszafordulva tudott annyit mondani, hogy a majd még beszélünk erről. Lili le volt sújtva. Búskomoran, rossz előérzettől gyötörve járt. Az esküvő napjának kitűzésére gondolni sem lehetett. Illés képtelen lett volna akár csak egy heti nászútra is indulni. Minden fort, izzott és minden perc új lehetőséget, meglepetést hozott. Ekkor jelent meg Jack Morton New Yorkból. Jack Morton édesatja volt Daisy Mortonnak, annak az aranyos, szőke kis amerikai lánynak, akivel Lili az elmúlt télen egy bécsi társaságban ismerkedett meg. A két lány szoros barátságot kötött, és Lili Pestre hozta kis barátnőjét, aki hetekig vendégük volt. Sírva búcsúztak el egymástól, és Lili megígérte, hogy előbb-utóbb visszaadja a látogatást New Yorkban. Jack Morton telefonon hívta fel Lilit, és azt mondta, hogy feltétlenül egyedül és négy szem között akar vele találkozni. Fontos oka van, hogy egyelőre senki se vegyen tudomást Pesten való jelenlétéről. Lili természetesen sietett a találkozóra. Morton 50 év körüli, atléta termetű, kitűnően öltözött gentleman volt, aki a legszélesebb mosolyával sietett Lili elé. Melegen rázogatta óriási tenyerében Lili kezét, és elragadtatásának adott kifejezést, hogy végre megismerhette leánya legkedvesebb barátnőjét. Lili ugyan jól tudott angolul, de azért nagyon kellett vigyáznia, hogy megértse a sajátságos amerikai hangsúlyozást és kifejezéseket. Az udvariaskodás első percei után Morton arcáról eltűnt a mosoly, és most már a hangja is egészen másképpen csengett. Az előkelő szálloda haljának legfélre elsőbb zugába húzódtak, és Morton heves krákogás után tért rá a beszélgetés lényegére. Miss Lily mondotta, igazán csak a lányom könyörgésére határoztam el, hogy mielőtt bármilyen lépést is tennék abban a kellemetlen és kínos ügyben, amely miatt Európába jöttem, előbb magával beszélek. Miféle ügyről lehet szó? Kérdezte meghökkembe Lili. Ön, ugyebár, a Mr. Illésnek. Igen. Tudom, hiszen megírta a lányomnak. És azt is tudom, hogy miféle kavarodást támadt az önvőlegénye körül világszerte. Hiszen, amint bizonyára elmondta a lányom, én egyik vezető embere vagyok az észak-amerikai textilgyártásnak. Mr. Illés találmánya tehát engem a legnagyobb mértékben érdekel. Lili arca elkomorult a protekciómat akarja kérni Mr. Morton. Sajnos, félek, hogy nem lehetek a segítségére. A vőlegényem imád engem, de a találmánya tilos terület, ahová nekem nem szabad belépnem. Ez az egyetlen és egyben legfájóbb pontja barátságunknak. Igazán boldogan állok, Mr. Morton bármiben a rendelkezésére, de ha erről van szó. Csak ugyan a találmányról akarok beszélni. De szó sincsen semmiféle protekcióról. Ellenkezőleg én szeretnék önnek a segítségére lenni. Nekem? Miben? Szeretném bizonyos súlyos kellemetlenségektől megóvni. Lili nyugtalanul nézett Mr. Mortonra. Megrémít, igazán nem sejtem, hogy mire céloz. A vőlegényét nagy veszedelem fenyegeti, Miss Lili. Nem szívesen beszélek erről, de hát vannak kellemetlen kötelességek is. Ezért jöttem át New Yorkból. Lili mosolygott. Ó, igazán nagyon kedves. De a vőlegényem tisztában van azzal, hogy a konkurencia semmitől sem riad vissza, és orgyilkosokkal is megpróbálják láb alól eltenni. Géza nagyon óvatos. Állandóan revolvert hord és két magándetektív kíséri de egyébként is Európában élünk és itt Budapesten még sincsenek olyan emberrabló gengszterek, mint az óceán túlsó partján. Félek Miss Lili, hogy sokkal nagyobb bajról van szó. Lili elsápadt. Kérem, Mr. Morton, ne kínozzon. Beszéljen végre világosan. Az önvőlegénye, ugyebár, két évig Manchesterben élt Angliában. Igen, ott tanulta meg a szövészetet. A gyárban, ahol dolgozott, szoros barátságot kötött egy John Reader nevű textilmérnökkel. Nem tudom. Sohasem beszélt róla. Gondoltam. Komoly oka volt rá a véletlen úgy akarta, hogy ez a John Reader később New Yorkba került, és az én vállalatomnál talált alkalmazást. Kérem, Mr. Morton, miért beszél erről? Türelem kisasszony mindjárt megérti a dolgok összefüggését. Ez a John Reader igen tehetséges fiú volt. Éppen olyan zseniális, mint az önvőlegénye. Többek között volt egy találmánya, amely forradalmat jelentett a textilgyártásban. Ha ezt a találmányt forgalomba hozták volna, megrendült volna az egész amerikai piac. Mi, amerikaiak, ilyenkor nem sokat habozunk. John Reader fantasztikus összeget kapott, hogy találmányát ne értékesítse gyakorlatilag. Reader okos fiú volt. A pénzt átvette, a találmány tervrajzait pedig átadta a váltságdíjat fizető trösztnek, amely engem bízott meg azok őrizetével. Ezek a tervek Miss Lily hajszányira megegyeznek az önvőlegényének találmányával. Nem, nem, ez lehetetlen. Dadokta Lili. Sajnos, ez így van. Akkor Rider ellopta az egészet illéstől. Ez nem valószínű. Illés jóval későbben jelent meg találmányával a piacon, mint Rider. Rider találmánya korábról kelt. Lili sápadt arca vérvörös lett. Szóval ön azt akarja mondani, hogy a vőlegényem csaló. Hogy ellopta Rider találmányát. Nyugalom, Miss Lili. Én semmit sem állítok. Egyszerűen megállapítom a száraz tényeket. Rider és Illés urak együtt dolgoztak, Rider sokat beszélt készülő találmányáról, és azoknak rajzait állítása szerint be is mutatta Illésnek, akiben vakon bízott. Rider a találmányát bemutatta New Yorkban, és egy esztendővel későbben ugyanez a találmány, mint Illés úr sajátja felbukkan Európában is. Még szerencse, hogy Rider találmányát annak idején titokban tartottuk, csak a gyapjútröszt néhány vezető embere tudott róla, különben a világbotrány már is kitört volna. Én hát azt ajánlom, hogy legyen résen és mentse meg vőlegényét, mielőtt a hullámok teljesen összecsapnak a feje felett. Engem Amerikából azért küldtek át, hogy Mr. Illést leleplezzem. Ezt a kötelességemet végre is kell hajtanom. Önre való tekintettel csak annyit tehetek meg, hogy néhány napi haladékot adok. Ha ez alatt az idő alatt illés önként visszavonul, és mondjuk olyan nyilatkozatot tesz, hogy szabadalmát majd csak egy későbbi időpontban helyezi forgalomba, és egyidejűleg közjegyző előtt kijelenti, hogy állítólagos feltalálói jogairól örökre lemond, úgy talán el tudom simítani a dolgot súlyosabb kellemetlenségek nélkül is. Remélem, Miss Lily, hogy habozás nélkül eljár ebben az ügyben és mindent megtesz a békés kibontakozás érdekében. Figyelmeztetem, hogy ez a legtöbb, amit önre való tekintettel megtehetek. Ha illés ezek után is makacskodna, úgy kénytelen lennék a rendőrséghez fordulni és intézkedni, hogy a bizonyítékok New Yorkból haladéktalanul áttétessenek a budapesti rendőrséghez. Dermet csend támadt. Lili úgy érezte, hogy megszakad a szíve. Rémület és kétségbeesés folytogatta. Szörnyű volt ez a felfedezés. Erre nem számított. Illést a világ legkorrektebb emberének tartotta. És most kiderült, hogy elszánt tolva és csaló. Uram, mondotta az izgalomtól remegve, én mindabból, amit ön nekem elmondott, egy szót sem hiszek el nem tudom, miféle szörnyű összeesküvés, csapda áll a szavai mögött, de bizonyos vagyok abban, hogy a vőlegényem meg fogja majd tudni magát védeni. Morton szivarra gyújtott. Már egyáltalában nem volt olyan barátságos, mint a találkozásuk percében. Kár, hogy ennyire elvakult, Miss Lily. De megértem felháborodását és elszörnyedését. Elvégre menyasszonya illésnek és szereti. Ez sok mindent megmagyaráz, és én nem követem önt a felháborodás és türelmetlenség terén. Várok holnapig. Holnap ugyanitt, ebben az órában találkozunk. Addig alkalma lesz vőlegényével beszélni, és meg vagyok győződve, hogy akkor egészen más hangon fog velem diskurálni. Holnapra bizonyos amerikai levelek megérkezését is várom, amelyeket elutazásom után közvetlenül adtak repülőpostára azokban már benne lesz bizonyítékaim egy része is. Majd módomban lesz megmutatni. Tehát a viszontlátásra. Negyedik fejezet. Ez volt a legizgalmasabb délután. Pokoli hőség volt, a hőmérő még délután négy órakor is 28 fokot mutatott. A nagy tanárteremben zúgtak a szellőztető gépek, a méltóságos elnökök, akik az utolsó nagy csatát akarták megvívni illéssel és gergelyel, nem győzték törölgetni verejtékező homlokukat. Báró tárnoki államtitkár is megjelent a kereskedelmi miniszter képviseletében. A helyzet nagyon kritikus és kiélezett volt. A textilgyárosok képviselete új tervet ajánlott, tekintettel arra, hogy a Gergely és Illés gyár, bármennyire terjeszkedne is, amúgy sem tudja ellátni az ország textiláru szükségletét, és nem is rendezkedhetik be minden anyaggyártására, létesüljön az érdekelt magyar vállalkozások között kartel az illésféle szabadalom kihasználására a kartel elnöke Illés Géza lesz, aki mint elnök, az üzleti nyereségből eredő jövedelmén felül még külön évi 1 millió pengő tiszteledíjat kap a többi vállalattól. Ennek ellenében a szabadalom közkincsé lesz, és minden gyár berendezkedhet az újfajta eljárásra. Tárnoki államtitkár felállt és hosszú beszédet tartott, amelyben arra utalt, hogy az egyetértés és megegyezés ezúttal az egész magyar ipar érdeke. Ha az illésféle gyártási mód alapján működik majd a hazai textilgyártás, úgy az egész európai piacon verhetetlen lesz. Hazafiúi kötelessége tehát a feltalálónak, hogy még, ha áldozatok árán is, ne zárkózzon el a kartelszerződéstől. Illés jól tudta, hogy az államtitkár szavai mögött ki nem mondott fenyegetés is rejlik. Bizalmasan közölték vele, hogy ha tovább is ellenáll és végsőkig feszíti a húrt, úgy a kormánykörök egészen komolyan foglalkoznak azzal a tervel, hogy szabadalmának értékesítését, mint a közérdeket sértőt, nem engedélyezik. Az államtitkár szavai után izgalmas csend támadt. Az urak pattanásig feszült idegekkel néztek illésre és várták, hogy mit fog válaszolni. Milliós érdekeltségek sorsát kellett eldöntenie a következő pillanatban. És ekkor egészen váratlan és meglepő dolog történt. A tárgyalóterem ajtaja kinyílt és feldúltan, sápattan Lili lépett be. Óriási megdöbbenés és elképedés. Gergely megrezzent. Rémület és felháborodás rohanta meg. Nem tudta megérteni, hogy micsoda ízléstelenség és vakmerőség ez tízezrek kenyeréről, egy hatalmas iparág létéről volt szó és Lili egyszerűen beállít. Illés éppen felállt, hogy válaszoljon. Márfort, izzott benne a mondani valók tömege, azt a bizonyos szónoki szünetet tartotta, amely még jobban felcsigázza a kíváncsiságot és amely már szinte elviselhetetlen feszültséget teremt. És akkor egyszerre megpillantotta belépő menyasszonyát. Valósággal elvesztette lélek jelenlétét. Nyomban tisztában volt azzal, hogy valami drámai fordulat történhetett. A vér kiszökött arcából. Teljesen lehetetlen helyzet volt. Nem tudta, hogy mit szóljon, mit kérdezzen. Ebben a túlfűtött hivatalos atmoszférában, melytől ezer mérföldnyire állt minden családias vonatkozás, amikor csak rideg számok. Kemény követelések szállhattak szembe megrémült és halálos dűvel védekező férfiak ellenköveteléseivel, elképesztően hatott fiatal lány megjelenése. A drámai pillanatot szinte csak egy hajszál választotta el attól, hogy az egész jelenet nevetésben ne fulladjon. A retteget feltaláló, akinek szavától élet-halál függött, a mennyasszonyának ad találkozót az ülésteremben. Lilin látszott, hogy minden erejét összeszedte, s csak így tudott a lábán állni. A nyelve kiszáradt, alig tudta eldadogni Illésnek azt a néhány rövid szót. Kérem, azonnal beszélnem kell magával. Minden összefolyt előtte. Senkit sem látott a szobában ülők közül. Tisztában volt azzal, hogy rettenetes dolgot cselekszik. Illés kínos zavarban, lelke mélyéig felindultam fordult a jelenlévőkhöz. Engedelmet kérek, az ülésnek néhány percre való felfüggesztését kell kérnem. Mennyasszonyom valami nagyon fontos, halaszthatatlan dolgot akar tudomásomra hozni. És helyét elhagyva, kisietett Lilivel, aki inkább holtnak látszott, mint élőnek a teremben igen kínos, nyomot hangulat támadt. Az emberek tanácstalanul néztek egymásra. Ösztönszerűleg érezték, hogy ami történt, szoros összefüggésben lehet a kérdéssel, amelyről vitatkoztak. Kíváncsian néztek Gergelyre, aki fogait összeszorítva, homlokát törölgetve, tanácstalan rémületben ült a helyén. Nem merte elhagyni a szobát. Nem akarta az egybegyűlt előkelőségeket magukra hagyni közben a szomszéd szobában illés hevesen támadt Lilire. Micsoda dolog ez? Miért jöttél? Mit akarsz? Mi lehet az, ami miatt megzavarod a tanácskozást és nevetségessé teszel engem? Géza mondotta Lili és a hangja úgy hangzott, mint egy halára ítélté, segítséget és részvétet esengőn mond, szeretsz engem. A férfi elképedve és felháborodva nézett mennyasszonyára. Megőrültél. Bocsáss meg, de ez igazán képtelenség. Most kérdezed ezt. Igen. Rendkívüli dolgokról van szó. Azt akarom, hogy ha igazán szeretsz, akkor hozz értem áldozatot. Miféle áldozatot? Ne tárgyalj tovább. Ne foglalkozz tovább a szabadalmattal. Téri napi rendre felette. Illés olyan rémülten nézett Lilire, mintha csak ugyan attól félt volna, hogy a szerencsétlen lány megőrült. Hogy mondhatsz ilyent? Kérdezte elszörnyedve. És ezért rontottál a tárgyaló terembe? Én nem akarom, hogy a szabadalmadról beszélj. Félek tőle. A boldogságunkat temeti el. Mit akarsz? Pénzt? Van nékünk úgy is elég. Amióta ez az átkozott ügy napirenden van, minden felborult. Nem törődsz velem, elhanyagolsz. Illés türelmetlen, kétségbeesett mozdulatot tett. De szívem! Most beszélsz erről. Oda bent harminc ember vár rám. Az egész ország lélegzet folytva lesi, hogy mit fogok mondani. A kapu előtt riporterek tömege várja az eredményt. És te szerelemről beszélsz a szerelem mindennél erősebb. Meg akarlak menteni, Géza. Megmenteni? Engem? Mitől? Valami nagy szerencsétlenség fog történni. Kérlek, könyörgöm, ne tárgyaljatok. Halaszátok el. De hogy képzeled ezt? Mert ideges vagy és rémlátások gyötörnek. A boldogtalan lány írtózatos pillanatokat élt át. Nem akarta megmondani Illésnek, hogy tud a csalásról. Nem akarta kivégezni azt az embert, akit még mindig szeretett. Aranyhidat akart hagyni, melyen még visszavonulhat szégyen nélkül. Ha szeretsz, ismételte majdnem eszelősen, ha csak egy kicsit is velem érzel, akkor ne menj vissza a tárgyalóterembe. Izent be, hogy rosszul lettem. Vagy mondj akármit és jelentsd be, hogy az egész dolog különben is tárgytalan. Nem akarsz tovább foglalkozni a szabadalmattal. Félrebeszélsz. Valami érthetetlen dolog történt veled. Miért nem beszélsz nyíltan? Féltékeny vagyok a munkádra. Jobban szereted a gépet, amelyet feltaláltál, mint engem. Gyerekes beszéd. Az ember nem dob ki milliókat. Ha rám hallgatsz, én lennék a világ legboldogabb asszonya. Ameddig élek, úgy imádlak, ahogyan még férfit nem szerettek. Hát ez neked semmi. Ez nem érték. Ha szeretnél, nem kívánnád, hogy egy egész élet munkáját felrúgjam. Ellenkezőleg örülnöd kellene, hogy nagy lettem, irigyelnek, a kegyemet keresik. Büszkének kellene lenn rám. Nem lehetsz olyan kicsinyes, önző, gyerekes, hogy komolyan azt akart, hogy a szeszélyeidet teljesítsem. A tulajdon apád is elönt fordulna. A hatalmas áramlatot, amely megindult, ezt a nagy égzengést, forradalmat amúgy sem lehet megállítani. Holnapra erkölcsi halott lennék. A szemembe nevetnének. És ezt te akarod, amennyi a szonyom. Annyi méltatlankodás, keserűség volt a szavaiban, hogy Liliben kétség támadt. Talán mégsem igaz, amit Morton mondott. De talán csak azért beszél ennyi biztonsággal és fölénnyel, mert nem tudja, hogy leleplezték. Kérlek, mondotta Lili lázasan, elkínzottan, legalább azt tedd meg, halaszd a válaszodat holnapig. Mond, hogy bizonyos dolgokat fontolóra kell venned. De hát mi értelme van ennek? Ne kérdezz magyarázatot. Illés ideges mozdulatot tett. Elég volt ebből. Este, ha tetszik, rendelkezésedre állok. Most azonban feltétlenül vissza kell sietnem. Nem várakoztathatom az államtitkárt és a többi előkelőséget. Bocsáss meg! Nem tudok veled tovább foglalkozni. És mielőtt Lili bármit is szólhatott volna, elrohant. Lili dermedten nézett illés után. Sírni, sikoltani szeretett volna. De nem tudott meg sem moccanni. Percekig tartott, amíg egy kisé magához tért. Akkor autóba vágta magát, és a Dunaparti szállodába sietett. A házi telefonon lehívatta Mortont. Mr. Morton mondotta remegve a felindulástól, az nem igaz, nem lehet igaz, amit ma délután nekem mondott megmondta vőlegényének, miről van szó. Nem. Méltatlannak találtam a vádat. Nem akartam megbántani vele. Gondolkoztam a dolgon. Lehetetlen. Morton vállat vont. Számítottam erre. Önszerelmes, természetesen nem tud vőlegényéről rosszat elhinni. De a bizonyítékok előtt mégis csak kénytelen lesz fejet hajtani. Holnap délutára kezem között lesznek az akták. Keressem fel. Meg fogom azokat mutatni. Lili zúgó fejjel, halálos kétségbeeséssel távozott. Ötödik fejezet. A tárgyalás példátlan izgalommal és botránnyal végződött. Illés kijelentette, hogy a kartelvezérek részéről felajánlott együttműködési tervet nem fogadja el, mert az általuk felajánlott előnyök távolról sem állanak arányban azzal a haszonnal, amelyet szabadalmának közkincsétételével hajtana a kartelnek. Elvileg nem zárkózik el a megegyezéstől, de legalább kétszer annyit kér, mint amennyit kínálnak. Majdnem tetlegességre került a sor. Az urak csapkodták az asztalokat. Zsarolás! Ordították! Állami védelmet kérünk! Az állam nem lehet a kartelvezérek csendes társa, és nem foszthatja meg egyetlen polgárát sem attól a jogától, hogy szabad alkudozási tárgyalásokat folytasson. Harsokta illés! Hámor udvari tanácsos, a textilüzemek elnöke, dütő, kivörösödve rázta öklét gergei és illés felé. Az urak erre még keservesen rá fognak fizetni. Az elnök úr fenyegetését a legerélyesebben visszautasítom, válaszolta Illés. Engem nem lehet üres fenyegetésekkel megfélemlíteni. Olyan zaj volt, hogy az ember tulajdon szavát sem értette a jól nevelt méltóságos és excellenciás urak, akiknek szalonjában a város legkitűnőbbjei fordultak meg, most magukból kikelve ordítoztak, verték az asztalt és megfeledkeztek a jó módő legelemibb követelményeiről is. Ebben a példátlanul izgalmas atmoszférában zárult az ülés. Az általános vélemény az volt, hogy a helyzet teljesen elmérgesedett. Senki sem ül le többé illéssel tárgyalni. Jöjjön az élet harc, az állami beavatkozás. Élés úgy állt a viharban, mint egy szikla. Konokul, keményen, a fanatikusok dacos makadságával. De amikor már mindenki kivonult a teremből, akkor egyszerre összeomlott. Térdei remektek a szörnyű idegfeszültségtől, aggodalmak rohanták meg, a végsőkig el volt keseredve, dühös és ingerlékeny volt. És mindezek tetejében Lili érthetetlen viselkedése. Mit akart a mennyasszonya? Nem valószínű, hogy csak egyszerű féltékenységi roham. Fegyelmezett úrilány nem feledkezhet meg magáról annyira, hogy beroncson az ülésterembe, ahol véresen komoly dolgokról tárgyalnak országos nevű emberek csak azért, mert eszébe jutott, hogy a vőlegénye őt az üzleti tárgyalások miatt elhanyagolja. Most, hogy illés nyugodtabban kezdett a dolgokról gondolkozni, belátta, hogy Lili viselkedésének sokkal mélyebben fekvő okai lehetnek. Természetesen fogalma sem volt arról, hogy ezek mik lehetnek. Legjobb lenne azonnal beszélni vele, felelősségre vonni, kifaggatni az igazat. De illés képtelen volt erre még sokkal élénkebben remegett benne az elmúlt órák izgalma, sem hogy bármilyen komoly beszélgetést kezdhetett volna. Előbb feltétlenül meg kell nyugodnia. Elhatározta, hogy sétálni megy. Autójába ült és felvitette magát a Schwabhegyre. Kiült a nagy szálloda terraszára. Ebben az órában még kevesen tartózkodtak ott. Néhány idősebb hölgy aludt, vagy újságot olvasott. Illés élvezte a csendet, a nyugalom édességét. Valaki halkan köszöntötte. Jó napot! Méri volt. A fiatalasszony szebb, elegánsabb és kedvesebb volt, mint valaha. Illés meglepetése a megdöbbenéssel volt határos. Olyan váratlanul bukkant fel Méri, hogy megrezzent. Ön itt? Kérdezte, és a szeme kerekre nyílt a csodálkozástól mégpedig nem véletlenül. Látja, őszinte vagyok. Figyeltem magát. Tudtam, hogy idejött. És miért figyelt? Ostoba vagyok. Úgy látszik, még mindig tetszik nekem. Kérem, ne gúnyolódjon. Tudom, maga ma emberevő kedvében van. Olvastam a lapokban, hogy ma délután tartják az Illés-Gergely gyárban a döntőülést. Érdekelt, hogy mi fog történni. A gyárral szemközt van egy kis kávéház. Mondhatom, aljas kis helyiség. De arra jó volt, hogy az ablakából figyeljem, kik jönnek-mennek. Kémkedett. Kíváncsiskodtam. Izgultam magáért. Láttam, amint a menyasszonya megérkezett. Nekünk, asszonyoknak igen jó szemünk van. Láttam, hogy Lili szinte fehér volt az izgalomtól. Sokáig maradt bent. Amikor kijött, még jobban fel volt izgulva. Szép kis dolgok történhetnek oda bent. Gondoltam. Minden esetre érdekes, hogy Lili és ön még ilyen válságos percekben is ráérnek szerelmi dolgokról beszélni. Honnan veszi ezt? Méri gúnyosan mosolygott maga, kedves barátom, mostanában túlságosan el volt foglalva a szabadalmi ügyével. Nem igen ért rá Lilikét figyelni. Nekem azonban annál több időm volt és nem tagadom, engem érdekelt az alány, aki mellett maga engem nem akart észrevenni. Mire céloz? Micsoda zavaros beszéd ez? Majd meglátja, hogy milyen szépen ki fog végül minden tisztulni. Szóval én csak vártam, hogy mi lesz még. Úgy három negyed óra múlva látom, hogy jönnek az urak. Olyanok voltak, mint az őrültek. A botokkal hadonáztak, az öklüket rázták, összeverődtek, mint a birkák, nem is ültek fel a várakozó autókra, hanem hangosan vitatkozva, egymás mellé bújva, gyalog indultak el. No, gondoltam magamban, ezek sem értek el semmit. Csinos kis események. Először a menyasszony távozik feldúltan, hosszú orral, azután a tanácskozásra sereglett urak. Végül maga támolygott kiholt fáradtan, szórakozottan. Valósággal beleesett a kocsiába. Igazán nyugodtan követhettem. A gondolatai annyira másfelé jártak, hogy azt hiszem, semmit a világon nem vett észre. Éppen ezért, mert látja, hogy mennyire fáradt és ideges vagyok, kérnem kell, hogy ne beszéljen rejtvényekben. Tudni akarom, hogy miért kémkedett utánam és mire célzott az előbb, mikor Liliről beszélt. Sajnálom, hogy ennyire ingerült. Miért nem akar velem ismét olyan szépen, okosan beszélgetni, mint az előtt? Remélem, nem én rám haragszik azért, amiért a menyasszonya nem szereti magát. Illés haragosan kapta fel a fejét. Mi jogon mondja ezt? Bocsásson meg, én azt hittem megvoltam voltam győződve, hogy a mennyasszonya ezt jelentette be magának ma délután. Kikérem magamnak, hogy a magánügyeimbe avatkozzon. És ha éppen tudni akarja, hát mindennek éppen az ellenkezője az igaz. A mennyasszonyom jobban szeret, mint valaha is azért tett szemrehányást, mert úgy érezte, hogy elhanyagolom az üzleti ügyek kedvéért. Szóval azt akarta, hogy ne foglalkozzon az üzlettel. Igen. Hm. Különös. És ezt maga nem találta gyanúsnak. Illés most már remegett az izgalomtól. Ne haragudjon, azért menekültem ide, mert szükségem van a magányra. Szóval azt akarja, hogy távozzam. Mindjárt megteszem ezt a szívességet. De látja én az udvariatlansága ellenére is szeretem magát, és nem engedem, hogy nevetségessé tegyék. Kit tesz nevetségessé? A menyasszonya. Illés halásápat lett. Riadtan nézett Mérire, aki e pillanatban kegyetlen, gúnyos fölénnyel nézett rá. A bosszúálló asszon volt, aki fizet azért, amiért megsértették. Ez rágalom. Dadokta. Ezt bizonyítania kell. Meg lesz ez is. Vegye tudomásul, hogy mi alatt maga üzletfeleivel tárgyal, Lili titokban találkozik az ön legnagyobb ellenségével. Kivel? Valami amerikai. Ma délután a Hungária hajjában találkoztak. És Lili onnan ment magához. Nem igaz. Méri vállat vont. Ne kiabáljon figyelni kezdenek bennünket. Sokkal helyesebb lesz, ha mindenről személyesen győződik meg. Lili annak az úrnak megígérte, hogy holnap délután ismét felkeresi. Három órára adtak találkozót. Honnan tudja? Ez az én titkom. Talán én is ismerem azt az urat. Megismerkedtem bele. Érdekelt, hogy mit akarta maga mennyasszonyától. De hiszen ez mindegy. Vagy igaz, amit mondok, vagy hazugság. Holnap délután kiderül. De mi értelme lehet mindennek? Miért tenné ezt Lili? Kérdezte elszörnyedve Illés. Ha nem férfi gondolkozna, hanem nő eszével, könnyen megfejthetné. Hiszen az előbb maga mondta, Lili féltékeny a maga munkájára. Dühös és vérig meg van sértve, amiért az esküvőjük elmaradt, és maga most, hogy ilyen népszerű lett, elhanyagolja. Senki ebben a pillanatban nem gyűlöli jobban a maga szabadalmát, mint a tulajdon menyasszonya. Illésben világosság kezdett gyulladni. Szentisten! Isten, hördült fel és végigsimította homlokát. Méri kegyetlen cinizmussal nézte. Remélem, most már megvan elégedve velem és hálás ezért a kis felvilágosításért. És most kívánságához képest magára hagyom. Isten önnel, kedves mérnök úr! Kesztyűs kezével könnyed búcsút intett, és már el is tűnt. Finom parfümjének illata még néhány pillanatig körüllebegte illést, azután egy kis szellő azt is elfújta. Hatodik fejezet Lili sohasem volt még kínosabb és tanártalanabb helyzetben. Morton leleplezése elképesztette és kétségbe ejtette. Borzasztó volt, hogy illésről, akit a legbecsületesebb, legtökéletesebb férfinek tartott, aki a férfi ideál volt a szemében, azt merte állítani valaki, hogy közönséges tolvaj, csaló? Morton egyetlen szavától függ, és holnap már letartóztatja a rendőrség. Micsoda örömüvöltésbe fognak kitörni ellenfelei. Nem ez lehetetlen. De mégis óvni kellene illést, figyelmeztetni, hogy micsoda aljas aknamunka folyik ellene. De éppen ehhez nem volt bátorsága. Hogy a szemébe mondja illésnek ezeket a borzalmakat. Túlságosan szerette vőlegényét képtelen volt abba a megalázó helyzetbe hozni, hogy tőle, a mennyasszonyától tudja meg azt, hogy leleplezték. De mégsem maradhatott tétlen. Ezért határozta el, hogy felkeresi még a tanácskozáson és ideje korán megpróbálja rábírni arra, hogy ejtse el az egész ügyet. Azt gondolta, hogy ha szerelmükkel érvel és erre hivatkozik, úgy hatni fog illésre. De a délutáni események teljesen kiábrándították. Szédülve és boldogtalanul hagyta el az épületet, ahol a tanácskozás folyt. Illés cserben hagyta őt. Vak szenvedéllyel tért vissza a találmányhoz, az üzlethez, nem törődött a könnyeivel, nem vette észre kétségbeesését. Mindennek vége. Mi történhet? Holnap jön a nagy összeomlás, a katasztrófal. Megtörten ült a szalon egyik kerevetén. Érezte, hogy az események összecsaptak feje felett. Ekkor váratlanul belépett illés. Egész délután távol volt, senki sem tudta, hogy merre van. Lili elkeseredve gondolt arra, hogy az ülésterem izgalmas jelenete után nem hozzásietett, nem igyekezett nála megpihenni, megvigasztalni, amiért nem teljesítette a kérését. Egyáltalában nem gondol rá. Nem szereti. Annyira elkeseredett, hogy mikor illés a szalomba lépett, egyszerre megtelt haraggal és méltatlankodással. Felugrott és olyan mozdulatot tett, mintha sértődötten ki akarna menni. De illés útját állta. Kérlek, maradj! Feltétlenül beszélnünk kell egymással. Nem, semmi dolgunk nincsen egymással. Kiáltotta haragosan Lili. Szeme könnyel volt tele. Illés türelmetlen mozdulatot tett. Hagyjuk az érzékenységet. Sokkal komolyabb perceket élek, sem hogy ilyen gyerekes vitákba bocsátkozhatnék. Nem tudom, mi történt veled, de ma úgy viselkedtél, mintha nem a menyasszonyom, hanem az ellenségem lennél. Kis híja, hogy nevetségessé nem tettél. Ezt mondod nekem? Kiáltotta Lili felháborodva. Szemrehányást teszel nekem? Szerencsétlen, ez a hála, amiért meg akartalak menteni. Engem? Mitől? Lilinek már a nyelvén volt a szó, tolvaj vagy, tudom, megmondták. De erőt vett magán, és csak ennyit mondott. Vigyázz a szavaidra, Géza! Én kíméletes vagyok hozzád, de nem mindenkitől várhatod ezt. Fenyegetsz! Figyelmeztetlek! Vak vagy és éppen belém marsz, aki szeretlek. Ezt mered mondani? Hazudsz! Az ellenségem vagy. Lili dermedten nézte az ordító, szikrázó szemű férfit. Úgy? Mondotta. Hát ilyen hangon beszélsz velem. Úgy látszik, fejedbe szállt a dicsőség. Amikor még kis névtelen mérnök voltál, boldog voltál, ha titokban hozzám settenkedhettél. De most a nagy feltaláló vagy. Már nem érzed megtiszteltetésnek, ha szóba állok veled. Hát tudd meg, mindennel tisztában vagyok. Csaló, tolvaj vagy. A férfi felhördült. Visszatántorodott, mint aki nem hisz a fülének. Megőrültél. Ezt mered mondani. De Lili már nem bírt magával. Tombolt, toporzékolt. Hagyj távozz, ne beszélj hozzám. Semmi közünk egymáshoz. Nem vagyok már a menyasszonyod. Illés egy székbe roskadt. Borzasztó. Mondotta és két kezébe temette fejét. Olyan őszinte kétségbeesés és fájdalom tükröződött arcáról, hogy Lili megdöbbent. Minden ellenem esküszik. Jajdult fel Illés. Hát mi történik itt tulajdonképpen? Lili már megint az önkívületig fel volt izgatva. A leszámolás kezdődik. Nem lehet a végletekig folytatni a két színű játékot. És kirohant a szobából, becsapva maga mögött az ajtót. Illés úgy maradt mozdulatlanul a helyén, mint akit fejbevertek. Tulajdonképpen nem is értette, hogy mi történt. Percekig tartott, amíg egy kissé magához tért. Most már világosan látta, hogy méri igazat mondott délután. Elárulták! A menyasszonya a legnagyobb ellensége! Milyen ostoba volt, hogy ehhez a lányhoz akarta csatolni az életét! Aki nem érti meg, és éppen a legnagyobb válságban hagyta cserben, amikor legnagyobb szüksége van megértő barátra. És egyszerre új, csábító színekben jelent meg előtte méri. Mennyivel érettebb, megértőbb teremtés? Az az igazság, hogy Méri jobban szereti őt, mint Lili. Kiderült, hogy titokban állandóan érdeklődött az ügyei iránt, és ő volt az egyetlen, aki figyelmeztette, hogy Lili milyen kétszínű játékot folytat ellene. A harag egyre izzóbra hevítette képzeletét. Már kezdett mindent érteni. Lili hiúságból, sértett önérzetből akarja őt elpusztítani. Az bántja, hogy míg a vőlegénye a fellegekig emelkedett népszerűségben, vele senki sem törődik, holott megszokta, hogy mindig csak vele foglalkozzanak és ő legyen a központ. Csak ugyan jobb, ha szakítanak. Illés úgy érezte, hogy megfullad. Elsietett a palotából és az utcán az első nyilvános telefonról felhívta Mérit. Értesítette, hogy nyomban nála lesz. Fontos közölni valója van. Hetedik fejezet Hámor János őméltósága, a kartel elnöke, az ötödik pohár konyakot itta. Máskor egyáltalában nem nyúlt alkoholhoz és tulajdonképpen most sem tudta, hogy iszik. Gépiesen nyúlt a kis poharak után, melyeket méri helyezett eléje. Értsük meg egymást, asszonyom, mondotta talán századszor. Láthatja, hogy a pénz egyáltalában nem játszik szerepet. De győznünk kell minden áron. Remélem, válaszolta Méri, nem lehet panaszra oka. Minden a legkitűnőbb mederben folyik. Holnap ilyenkor illés világbotrány központjában áll és boldog lesz, ha néhány hónapra szanatóriumba vonulhat. Legalábbis addig, amíg a vihar kissé elsimul és a kartel majd gondoskodik arról, hogy ez minél tovább tartson. Hámor fel és alá járt a szobában. Maga ördögibb, mint a legrávaszabb diplomata. Mondotta Mérinek. Mondhatom, rengeteg nehéz csatát vívtam meg a tőzsdén, de a maga agyafurcsága túl tesz minden férfi új leleményen. Ilyen pokoli tervet csak asszony találhatott ki. Méri mosolygott. Köszönöm az elismerést! Tehát foglaljuk röviden össze az eseményeket. Illés ellen két fronton intéztünk támadást. Mindenek előtt egyéni tisztességében kell megtámadnunk. Azt hiszem, kitűnő ötlet volt régi ismerősömet, Parker urat, mint Jack Mortont bemutatni Lilinek. De hát hogyan jutott ez eszébe? Istenem, eleget voltam együtt Illéssel, akinek kedvenc témája volt, hogy mindent elfecseget mennyasszonyáról. Természetesen azt is tudomásul kellett vennem, hogy Lili legkedvesebb barátnője Morton New Yorki kisasszony. Gondoltam, remek hatása lenne, ha a legjobb barátnő papája érkezne meg Budapestre, mint Leleplező. Parker az ilyen szerepekre nagyon alkalmas. Már sokszor dolgoztam bele különböző kényes ügyekben. De nem félt attól, hogy Lili könnyen felfedezi a csalást. Kizárt dolog. Alaposan át szoktam gondolni terveimet. Gondoljon arra, hogy micsoda sláger volt John Rider nevének belekeverése. Honnan vette ezt a nevet? A legjobb forrásból. Illés találkozásainak során természetesen magáról is elmondott egyetmást. Nincs az az ember, aki ne szeretne magáról beszélni. Így elmesélte, hogy Angliában milyen nehéz esztendőket töltött, és hogy egy John Reader volt a szobatársa, akivel gyakran beszélt mostani találmányáról, amelynek ötlete akkor már kezdett kialakulni. De hiszen Illés nagyon jól tudja, hogy Reader nem is ismerheti a találmányát, amely akkor még nem is volt készen. Méri fölényesen legyintett. Ugyan kérem, ez nem fontos. A botrányos hírt minden esetre a nyilvánosság elé lehet teregetni. A hazuk hír körül éppen akkor a felzúdulást támadhat, mint a valódi körül, és ezer mód van arra, hogy azt mesterségesen szítsuk. Reader Amerikában él, hónapokig tart, amíg megszólalásra bírhatják, különösen akkor, ha némi dollár kölcsön ellenében megkérik, hogy ne siessen az ügy tisztázásával. Illés említette, hogy Rider meglehetősen szegényen került ki New Yorkba. Bizonyára boldog lesz, ha néhány ezer dollárhoz jut. Az ilyen pénzek csodálatosan megváltoztatják az ember emlékező tehetségét, és lehet, hogy Rider csak ugyan úgy fog emlékezni, hogy a találmányon együtt dolgoztak és abból részt kér. Minden esetre nagy segítségünkre van, hogy a találmány rajza a szabadalmi hivatalban bárki által megtekinthető. Így azután módunkban volt ideje korán másolatokat készíteni, és ezeket a régi, elsárgult papírokra vetett rajzokat úgy szerepeltethetjük, némi jelentéktelen változtatásokat könnyen végezhet rajtuk szakemberünk, mint az egykori angliai terveket. Óriási! Lelkesedett hámor! Szóval, folytatta Méri, ha Lili holnap csak ugyan felkeresi Parkert, illetve Jack Mortont, kitűnő barátunk már eléje tárhatja, mint döntő bizonyítékot ezeket a rajzokat. Brávó Méri, dörzsölte kezét hámor, így kell elbánni az ilyen gazemberekkel, akik tönkre akarják tenni a mások egzisztenciáját, akik halálos csapást mérnek egy virágzó iparra. Méri megvető mozdulatot tett hagyjuk a hangzatos szónoklatot, méltóságos uram. Maga nem az ipart félti, hanem a saját zsebét. Előttem felesleges erkölcsi mázba burkolni az őszinte tényállást. Csak beszéljünk tovább is tárgyilagosan. Amint látja, az egyik fronton való támadásunk tökéletes. De nyugodtan állítom, hogy a másik éppen ilyen remek és hatásos. Ugyanakkor, mikor egyéni tisztessége ellen intézünk támadást, fel kell borítanunk az eljegyzését is. Illés szerelmes Lilibe. Ha ott is csatát veszít, úgy ez a kettős lelki rászkódtatás feltétlenül megzavarja, kizökkenti lelki egyensúlyából. A méreggel való beoltás már sikerült. Lili lelke mélyéig felvandulva, mert már hinni kezdi, hogy vőlegénye csak ugyancsaló. Illésnek viszont megsúgtam, hogy mennyasszonya ellene harcolt és titokban találkozik legveszedelmesebb ellenfeleivel. Holnap délután három órakor lesz a drámai találkozás a szállodában. Már gondoskodtam arról, hogy egy kitűnő fényképész is jelen legyen, aki hatásos felvételeket fog készíteni. A reggeli lapok nagy cikkekben fognak megemlékezni a leleplezett világcsalásról és a példátlan szerelmi botrányról. Olyan vihar lesz itt, hogy Illés úr egyelőre még csak gondolni sem foghat találmánya értékesítésére. Sőt valószínű, hogy egész életére megundorodik tőle. Ön a legkiválóbb agyúnő, akivel valaha találkoztam. Köszönöm az elismerését. De ez természetesen nem elég. Nekem kellő, írásos kötelezvény kell, hogy a fáradozásom jutalmaként kikötött százezer pengőt meg is kapom. Kérem, parancsoljon, kiállítom a csekket. Méri gúnyosan mosolygott. Csak nem gondol ennyire naívnak. A csekket le is lehet tiltani. Azon kívül nekem nem csak anyagi, hanem erkölcsi garancia is kell. Hogy érti ezt? kérdezte, hámor megütközve. Istenem, a dolog kitudódik, kiderül, hogy illés összeesküvés áldozata lett. Akkor mi történik? Mindenki ellenem támad. Én leszek az egyetlen bűnbak. Hát ezt nem vállalom. A felelősségben együtt kell osztoznunk. Számomra igen megnyugtató lenne az a tudat, hogy hátam megett olyan előkelőségek vannak, mint a kartel vezérei, akiknek a pénz mindenható hatalmával módjukban áll még a legnagyobb bajokat is diplomatikusan elsimítani. Csak nem hiszi, hogy cserben hagyjuk. Nem, de minden esetre jobb, ha erről írásom is van. A tőke nem érzelmes. Könnyen megfeledkezik arról, akinek már nem veszi hasznát. Szóval, mit akar? Ó, csak néhány soros nyilatkozat az egész. Már meg is írtam, csak alá kell írnia. És Méri Hámor elétett egy papírlapot, melyre ez volt gépelve. Thuri Méri ő nagyságának. Budapesten. Megbíztuk önt az Illés féle szabadalmi lopás körülményeinek felderítésével. Ebbéli tevékenységéért fizetünk önnek kelettől számított két napon belül százezer pengőt. Budapest, 1934. június 9. A textilkartel megbízásából. Elnök. Hámor végigfutott az íráson. Micsoda körmönfont, ravasz fogalmazvány mondotta elképedve. Úgy tünteti fel a dolgot, mintha a Rider nevet mi találtuk volna ki, és maga csak a mi megbízásunk és információnk alapján járt volna el. Azon kívül a kikötött összeg feltűnő nagysága és az a körülmény, hogy a megbízást a kartel összesége adja, bizonyítja, hogy egyöntetű, tervszerű hajszáról van szó. Hát nem, kedves asszonyom, ezt nem írom alá. Méri ridegen nézett hámorra. Azt megteheti, de ez esetben két percen belül telefonon értesítem úgy illést, mint Lilit, és leleplezem az egész összeesküvést. Ne felejtse el, kedves méltóságos uram, hogy nem csak én vagyok az önök kezében, hanem önök is az enyémben. Csak kölcsönös bizalom alapján intézhető el az ügy. Tessék határozni, nekem nem sürgős, én várhatok és újabb cigarettára gyújtva, hanyagul hátradőlt, mint aki jelzi, hogy neki csak ugyan van bőven ideje. Hámor sápadtan állt. Látszott rajta, hogy megfeszített erővel gondolkozik. Méri gyönyörködött a kelepcében vergődő vezér kínjaiban. Ugyan miért van ennyire megijedve? Kérdezte gúnyosan. Ha megkapom a százezer pengőt, önök visszakapják ezt a nyilatkozatot. Írja rá nyugodtan, hogy a százezer pengő csak az írás visszaszolgáltatása ellenében fizetendő ki. No, nem vagyok kedves. Hámor szeme felragyogott. Csak ugyan, milyen egyszerűen old meg mindent ez a nagyszerű asszony. Rendben van, mormogta. És a kezébe adott töltőtollal aláírta a nevét. Ebben a pillanatban szólalt meg a telefon. Méri a legnagyobb izgalommal tette lebeszélgetés után a hallgatót. Illés jelentkezett. Mondotta. Úgy látszik, a dolog sokkal gyorsabban érik, mint gondoltam. E pillanatban a szerelmi fronton robbantak fel a bombák. Szegény fiú hozzám akar jönni egy kis vigaszra. Illés idejön. Ugrott fel ilyet meglepetéssel Hámor. Igen. És éppen ezért jó lesz, ha sürgősen eltűnik. Hámort nem kellett nagyon biztatni. Fogta a kalapot és elviharzott. Nyolcadik fejezet Illés annyira ki volt kelve magából, olyan sápat és feldult volt, hogy Méri szinte megijedt, mikor megpillantotta. Ó, mondotta, mi történt magával. Csak nem vette annyira szívére, amit mondottam. Igazán sajnálom, hogy ennyire kihoztam a sodrából, de mint jó barátja, mégsem hallgathattam el csupa tapintatból az igazat. Én beleőrülök! Mondotta Illés. Minden összeesküdött ellenem. Nem akarok és nem tudok gondolkozni. Azért jöttem, mert beláttam, maga az egyetlen lény, akinek társaságában mindig jól éreztem magamat, aki fölényes, kedves és okos. Én ma éjszaka nem merek egyedül maradni. Inni akarok a mulatni. Kérem, jöjjön velem valahová. Öt perc múlva indulhatunk is, mondotta Méri. De tulajdonképpen felesleges is elmennünk. Idenízzen, csak el kell húznom ezt a kis függönyt, és amint látja, maga előtt áll Budapest legtökéletesebben berendezett bárja. A maga lakásán bár van. Képett elillés. De kedves barátom, hol él maga? Látszik, hogy az utóbbi években kizárólag találmányának élt, és nemigen járt társaságba. Tudhatná, hogy Pesten minden jobb szalomban van egy bárpult is. Én kénytelen vagyok mondén életet élni, sok barátnőm van, akik tanácsért keresnek fel, és ezek a hölgyek mind szenvedélyesen imádják a koktélt. És persze gyakran adok estét is a legelőkelőbb pesti családokban az én receptjeim szerint keverik az italokat. Különösen egy fanyar mandula és narancs kompozícióm van, amelynél jobbat még senki sem tudott alkotni. A télen ezzel nyertem meg a nagy koktélversenyt, melyet az olimpia mulató rendezett és amelyen 42 versenyző vett részt, csupa társaságbeli ismert hölgy. A második díjat egy nyolcadik gimnazista nyerte, mérőpiri. Kiderült, hogy nyáron biaricban volt a szüleivel, és ott egy néger mixertől vett titokban órákat. Mi alatt csevegett, már töltötte is a mélyvörös és sárga színű italokat az ezüstrázóba. Legyen nyugodt, tökéletes lesz a hangulat, nevetett kedvesen. Kitűnő gramofonom van és raktáron tartom a legremekebb tangókat. Tudja, koktélhoz csak tangót érdemes hallgatni. Illés nem figyelt mérire. Neki mindegy volt, hogy mit beszél. Csak nem akart egyedül lenni, és el akart merülni valami tompa kábulatba. Szinte ijesztő mohósággal hajította fel egymás után az erős, tüzes italokat. A részegség első jelei kezdtek jelentkezni. Letörtségét túlzott élénkség váltotta fel. Az asztalt verte öklével. Majd én megmutatom, hogy engem nem lehet eltaposni. Előbb a kartel nyakát töröm ki. Azután az apósomat is kidobom az üzletből. Nem veszem el Lilit. Be akartak hálózni. Mindenkit tönkre teszek, aki az utamba akart állni. Maga az egyetlen, aki jó hozzám. Jó barátok leszünk, nem hagyjuk el egymást soha, ugye méri? Örülök, hogy visszatért hozzám. Igyunk a barátságunkra és színültig töltötte ismét illés poharát. A férfi lassanként a részegség ama stádiumába jutott, amelyben az elérzékenyülés könnyeit váltja ki az alkohol. Derék nő vagy, Méri, mondotta és minden átmenet nélkül tegezni kezdte a nőt. Kitartottál mellettem és ezért nem hagylak el soha. Csókolj meg és mondd, hogy szeretsz. Érezni akarom, hogy valaki szeret. Bolond vagy, Nevetett Méri. Csókolj meg, kiáltotta most haragosan illés. A részegek gyors hangulat változásában most már a dühöngés kezdődött. Méri engedelmeskedett. Hozzáhajolt, megsimogatta a férfi fejét és megcsókolta. Ettől megint meghatódott. Te leszel a vagyonom örököse. Kiáltotta. Te nem a pénzemért szeretsz és leleplezted a hűtleneket. Erre iszunk? Egymás után két poharat hajtott fel. A kartelt is megölöm! Ordította! Csak két millióért engedem őket a gépeimmel dolgozni. Így szeretlek látni! Tüzelte még jobban méri! Most igazi férfi vagy! Világosan látod, hogy kik az ellenségeid és kik a barátaid! Illés részegen nevetett! Azt akarom, hogy lássanak. Elmegyünk a grillbe. Öltöz fel. Megisszuk a lokál minden pesgőjét. Óriási murit csapunk. A pénz nem számít. Két milliót kapok a karteltől. Lili csak dühöngjön, hogy nekem nem kell. Itt fogok nálad lakni. Megtartjuk ezt a lakást. Feleségül veszlek. Az éjszaka bemutatlak a társadalomnak. Méri a mennyasszonyom. A textil királynő. Mit szólsz ehhez? Majd holnap, ha a mennyasszonyot felmegy az amerikaihoz és tetten éred, akkor megmondhatod neki, hogy kicsodád vagyok neked. Megmondom. Mindent megmondok. Bemutatlak neki is, Méri, a mennyasszonyom. No, gyere, menjünk. Azonnal jövök két perc alatt felkapkodom a ruhámat. Tudod, nagyon szép akarok lenni, ha már egy ilyen nagy ember oldala mellett látnak. Szájon csókolta és kisietett a szobából. Hallatszott, amint a fürdőszobában megengedi a csapot, szekrény ajtaja nyílt, ruhák suhogtak. Tíz perc múlva félig felöltözve bedugta a fejét. Halló drágám, itt vagyok. De senki sem válaszolt. Elaludt. Gondolta magában, és csendesen belépett. Meglepetten hökkent vissza. A szoba üres volt, illés eltűnt. Ostoba, részek fickó. Mormogta Méri, megszökött. Nem baj, holnap egészen bizonyos, hogy viszont látom. Kilencedik fejezet. Lili egész éjszaka nem hunyta le szemét. Túlságosan sima és derűs volt eddig az élete, és most egyszerre minden átmenet nélkül potyant a legnagyobb tragédia közepébe. Imádta illést, akit a férfiak legtökéletesebbjének tartott, és egyetlen nap alatt összeomlott a bálványkép. És talán nem is az fájt legjobban, hogy csalt és más zseniét lopta meg. Sokkal szörnyűbb volt a fölényes gúny, az idegesség és igazságtalanság, amelyel Lili szerelmes és segítő közeledését elhárította. És mégis nem tudja gyűlölni. Még mindig azon törte a fejét, hogyan menthetné meg illést. Mindenek előtt minden kétséget kizáróan meg kell győződnie illés bűnösségéről. Ha Morton eléje terjeszti a bizonyítékokat, úgy nincs többé mód a habozása azonnal felkeresi illést, mindent megmond neki és követelni fogja, hogy lépjen vissza, tűnjön el, utazzon el a világ egyik ismeretlen pontjára. És mi lesz vele? Lili úgy érezte, hogy egyetlen éjszaka alatt esztendőket öregedett. Minden gondtalan jóked örökre meghalt lelkében. Soha többé nem fog szeretni. Sápattan, idegileg teljesen kimerülve ébredt de senki sem törődött vele. Olyan volt a ház, mintha minden fejtetőre állt volna. Lázas kapkodás mindenfelé. Illés még nem jelentkezett, holott máskor reggel kilenckor már a gyárba jött. Telefonáltak érte, keresték a lakásán, senki sem tudta megmondani, hogy mi történt vele. Gergely őrjöngött az idegességtől. A rendőrségre sietett és annak a gyanújának adott kifejezést, hogy a konkurencia bérgyilkosokkal tette el a láb alól. Illés Inasa csak annyit tudott, hogy gazdája előző este elment hazúról, sötét utcai ruha volt rajta és azóta nem tért vissza. Nagyon idegesnek, nyugtalannak látszott. Olyan szórakozott volt, hogy nem is hallotta a hozzáintézett kérdéseket. Azt sem mondta meg, hogy hová megy. Nem a saját autójára ült, hanem gyalog indult el. Lehet, hogy út közben taxit bérelt. Gergely úgy ült az igazgatói szobában, mint aki süllyedő hajón ül és tudja, hogy már csak csoda mentheti meg. Minden megfoghatatlan és érthetetlen volt. A kartel sem jelentkezett ellenajánlattal. Úgy látszik, hogy a megegyezés ügyét teljesen zátonyra futottnak tekintik, és nem tárgyalnak tovább. Lehet, hogy csak ugyan megölték illést. Rettenetes órák voltak. Délben egy órakor megszólalt Gergely telefonja. Végre! Illés jelentkezett. Gergely felordított örömében. Ember, lihegte, volt szíved így meggyötörni. Már majdnem megőrültem a nyugtalanságtól. Mi történt veled? Ne haragudj, de azt akarom mondani, hogy én egyelőre egyáltalában nem is megyek a gyárba. Az Isten szerelméért beszélj, mi bajod van. Most nem lehet. Talán holnap. Végleges elhatározásom előtt még tisztáznom kell bizonyos dolgokat. Letette a kagylót. Gergely úgy maradt ülve a karosszékben, mint a guta ütött. Akkor lépett a szobába Lili az apa úgy nyúlt utána, mintha mentőkötelet dobtak volna feléje. Kérlek, mondotta, valami történt Gézával. Éppen most telefonált. Úgy beszélt, mint aki teljesen megzavarodott. Kérlek, kerest felsürgősen. Talán te még tudsz ráhatni. Tudd meg, hogy mi a baja, és próbáld eszére téríteni. Engem nem túlságosan érdekel Illés úr. Válaszolta Lili. Gergely akkorát ugrott, hogy félő volt, fejével üti át a szoba tetejét. Hát ez az. Kiáltotta. Összevesztek és ezért fordul fel minden. És te látod, milyen kínban vagyok és hallgatsz. Nem világosítsz fel, hogy szerelmi idét rendeztek, mi alatt a gyárat, a jövőnket földrengés rázza. Ezért nem tudok az üzlettársammal tárgyalni. Megőrültél. Mit csináltál megint? Már tegnap megérdemelted volna, hogy egy-két atyai nyaklevessel csavarjam helyre a fejedet, mikor a tárgyalóterembe rontottál. Hallatlan. Hát sohasem jön meg az eszed, te elkényeztetett, buta kisliba. Most csicserek szerelemről, amikor minden kockán forog. Most zavarod meg a vőlegényedet. Kéri tőle bocsánatot és ne ellenkezz. A legjobb apa vagyok a világon, de ha ostobaságodban tönkre akarsz mindent tenni, a szüleidet, a gyárat, a vőlegényedet, hát annyit mondok, akkor meg fogsz ismerni. Kidoblak, igenis, az utcára, és ide többébe nem teheted a lábadat. Gergely tombolt, az asztalt verte, lilásvörös lett a dűtől. Szentül meg volt győződve, hogy Lili borított fel mindent. Lili látta, hogy apja szinte magánkívül van és kár lenne minden szó magyarázatért. Majd beszélek illéssel. Mondotta és kisietett a szobából. Ez a jelenet még jobban felizgatta és kétségbe ejtette Lilit. Rémülten gondolt arra, hogy mit fog apja csinálni, ha néhány óra múlva megtudja a borzalmas valót. Hogy jövendőbeli veje és üzlettársa szélhámos és a találmány nem is az övé. Gonterhelten sétált a Dunapart felé. A találkozó ideje ólom lassúsággal közeledett. Úgy keringett a szálloda körül, mint egy sebzett kis galamb. Végre! Pont háromkor belépett a halba, Morton már várta és széles mosolyjal sietett eléje. Ó, kedves Gergely kisasszony! Látja, ez okos, hogy eljött. Remélem, gondolkozott a dolog felett, és ma már nem annyira ideges, mint tegnap. Én ezt nem élem túl, Morton úr. Az Istenre kérem, mondja azt, hogy amit tegnap mondott, nem igaz, vagy másképpen igaz. Sajnálom, alig néhány óra előtt kaptam meg az amerikai postát. Módjában lesz magának is mindenről személyesen meggyőződni remélem, nem ért félre és nem magyarázza másra meghívásomat, de kérnem kell, hogy jöjjön fel a szobámba. Olyan fontos okiratokat és bizalmas leveleket kell megmutatnom, melyeket itt, nyilvános helyen nem tárhatok fel. Lilinek már minden mindegy volt. Túl akart esni a szörnyű tetemre híváson. Én most nem vagyok nő. Válaszolta. Bíró vagyok. Lesz erőm ahhoz, hogy személyesen győződjem meg mindenről? Akkor parancsoljon! Invitálta Morton, és udvariasan előre bocsátotta. Lilinek még a szája is elfehéredett az izgalomtól, mikor Morton szobájába lépett. Az elegáns, tágas szállodai szoba asztalán lakattal lezárt kis bőrönt feküdt. Úgy látszik, Morton már mindent előkészített, hogy a bizonyítási eljárást gyorsan lefolytathassák. Szó nélkül a bőrönthöz lépett és felnyitotta a mellény zsebéből kihalászott kulcsal. Nagy borítékot vett ki, melyből rajzokat és leveleket rázott ki és odarakta őket Lili elé. Parancsoljon! Nézze meg a rajzokat! Láthatja hajszányira egyeznek az illésféle szabadalommal. A kép sarkában ott van a tervező neve, John Reader és a dátum 1930. Tehát évekkel előbb kelt, mint illésé. Mi az, rosszul lett? Egy kis pesgőt talán. Az átkozott fickó még erre is számított. Jeges vödörben hűtött pesgő állt az asztal közelében. Tökéletes színpadi rendezés volt. Lili körül forgott a világ. Az ébren töltött éjszaka, az egész napi szörnyű izgalom, és most ez a gyilkos leleplezés, a minden kétséget kizáró leleplezés. Az első pillanatban el akart rohanni. Maga sem tudta, hogy miért és hová. Csak azt érezte, hogy ez a hely maga a pokol. Arra gondolt, hogy az ajtó szerencsére nyitva van. Ehhez ragaszkodott, mikor Morton szobájába lépett, és Morton ezt meg is értette. Egy lépést tett az ajtó felé, de ereje elhagyta és megtántorodott. Morton még idejében elkapta és gyengéden magához szorította. Mintha ugyanakkor valami kattanás hallatszott volna. De Lili ezen már nem tudott gondolkozni. Elájult! Ebben a pillanatban az ajtó felpattant. A küszöbön néhány férfi jelent meg. Íme, uraim, harsogta saját szemükkel láthatják, hogy milyen hatással volt Gergely Lili kisasszonyra vőlegényének leleplezése. A bizonyítékokat önök is megtekinthetik és feljogosítom önöket, hogy a legnagyobb nyilvánosság elé vigyék Illés Géza példátlanul álló szélhámosságát. Vagy a tiédet, gazember? Dörgött egy hang és a küszöbön Illés Géza jelent meg. Fel a kezekkel, Parker, mindent tudunk. Cinkosaid, Hámorbenő és Turi Méri már a rendőrségen vannak. Parker lélektelenül nézett körül, levegő után kapkodott. Illés gúnyosan nevetett. Nem a te embereid állnak itt, az ide rendelt újságírók, hanem detektívek. De hát hogyan miképpen lehetséges ez? Hüledezett a kelepcébe jutott ember. Túlságosan mohók és fürgék voltatok! Nevetett illés! Egyszerre vonultattatok fel mindent ellenem! A menyasszonyomat, azután mérit, és kezdtem látni az összefüggést. Tegnap este felkerestem mérit, és részegséget tettetve sikerült gyanúját elaltatnom. És mikor néhány percre kiment a szobájából, egy kis házkutatást tartottam. Volt időm felfeszíteni az íróasztal fiókját, melyben ezt a kis írást találtam. Az egyesség, melyet a kartelvezérrel kötött az én elpusztításomra. Zsebemben a zsákmányjal faképnél is hagytam. Még éjjel szép titokban letartóztattuk mérit is, és hámort is most pedig rád került a sor, a cinkosukra, aki ezt a szegény, drága kislányt akartat félrevezetni, és aki komisz, lelketlen módon néhány pengőért fel akartat borítani a boldogságunkat. Vad sikoly hallatszott. Lili magához tért. A szerencsétlen lány nem értette, hogy mi történt. Csak azt látta, hogy detektívek özöllötték el a szobát, akik Morton kezére bilincset raknak és illés is ott van. Ne bántsák! Sikoltotta és illés elé ugrott. A veszély pillanatában, az aléltság kábulatából ébredezve csak az ösztöne működött, a valódi gátlásoktól meg nem zavart igazi érzése. Azt hitte, hogy most illést fogják megbilincselni és egyetlen gondolata volt, megmenteni a vőlegényét. Forró csókot és meghatott könnyeket érzett az arcán. Illés szorította a karjába, és olyan imádattal, hogy attól Lili szíve egyszerre megtelt édes gyönyörűséggel, mondotta. Minden jóra fordult, Lilikem, újra boldogok lehetünk, széttörtem a gonosz varást. És sírva, kacagva csókolták egymást, mintha halálos veszedelemből tértek volna vissza a boldog feltámadásra. Illés győzelme teljes volt a kartel vezérei reszketve próbáltak mindenféle magyarázatba bocsájtkozni, felajánlották az illés által követelt összeget is, de a mérnök nem tárgyalt többé velük. Szabadalmát felajánlotta az államnak és cégük közüzemmé alakult át. Az emberek milliói áldották, amiért a ruházkodás gondja egyszerre megenyhült. Több mint 50%-kal esett a textilgyártmányok ára. Illés csak mosolygott, mikor a hálálkodó levelek tömegét olvasta. Magához ölelte Illit, és azt mondta. Én már mindent elértem. A találmányom nem hozhatott nagyobb boldogságot, mint a házasságunkat. És ha kívánhatnék még valamit, úgy ez csak az lehet, hogy örökké hallhassam azt a boldog muzsikát, amely szívünkből kacag és amelyet úgy hívnak, hogy szerelem. Vége